Rebeka, mi az a divat? Szerinted mi az a divat? Hát ez stílusosan kell öltözni. Szerinted? A divat az a stílusosan öltözni. Hát a divat az... az az a divat. Szerintem az a divat, amikor valaki stílusosan öltözni. Nem szoktam követni a divatokat, az én nem tudom. Kis formai rövid nadrágok, ami időszinte szét lennének szaggatva, még ilyen nagyon rövid blúzok, meg legyen az ilyenek. Tehát az a divat, amit most így legtöbben hordanak? Az? Szép még. Szép. Stílusos. Hát a divat az, amikor valaki szépen öltözködik, és már szépen. Hát annyit tudok, hogy én biztos nem vagyok divatos. A divat az, amikor nagyon szép ruhákba járnak, mindig követik a, vagy nézik, hogy mások miben járnak, és ők is próbálnak elruhába járni. És miért gondolod, hogy te nem vagy divatos? És ki számít divatosnak akkor? Hát általában a lányok, de én nem akarok olyan divatos lány lenni, én inkább az állatokkal szeretek foglalkozni. Jó. Ki számít divatosnak? Hát aki stílusosan öltözik. Aki stílusosan öltözik. Hát aki divatosan öltözik. Ki az, aki divatos? Mit húzasz fel? Szép. Mit húzasz fel? Hát ruhákat. Hát... hát azok az emberek szerintem, akik gondolnak arra, hogy mit vegyenek fel, és hogy szépen öltözködjön. Szerintem az, aki jól összekombinálta a ruhákat, meg Mit jelent az, hogy divatosan öltözködik? Mit kell, hogy felhúzzon valaki ahhoz? Hát én szerintem húzhatna szoknyát is, meg hogyha nyár van, akkor nem kell hullahop, de hogyha úgy tér van, akkor lehetne hullahop. Ha nagy leszel, te hogy fogsz öltözködni? Szépen. Amilyen idő van. Stílusosan. Milyen ruhákat fogsz felhúzni? Azt még nem tudom. Ilyet, amit most is hordasz? Lehet. Lehet? Valahogy másképp. Például? Nem tudom. Valahogy másképp, csak nem így. Én lehet, hogy kék egyberuha, és vagy fehér csíka, vagy pedig pöttyös fehér. Te már így tudod előre, hogy mit fogsz húzni. Igen. Gyuri, ez így nem így. Így, ahogy most vagy? Másképp. Másképp. Hát... divatosan? És mit fogsz felhúzni? Hát... azt, ami akkor divatos. Hát... olyan parasztosan. Egyszerűen? Igen. Egyszerűen, jó. Hát én... már benne vagy a képben nagyon. Kicsit hasonlóan, mint most. Most egyedül öltözöl, vagy segít valaki? Egyedül. Hát néha anya segít, hogyha én nem tudom, hogy milyen idő van kint, akkor néha anya segít, de amikor nyár van, akkor pedig tudom. Hát én főként egyedül, de néha segít. Néha segít. Néha segít. Ki szokott segíteni? A mamám reggel. Hát, egyedül. Anya ki szokta rakni a ruhámat, de itthon azt hozok fel, amit akarok. Ki az a modell szerinted? A modell az, aki próbálgassák a ruhákat. Az, aki segít a
tervezőnek, hogy... Azt akarja, hogy a fiú irányjába. Áll, és ő meg így... Nem. Hát méri rajta a ruhát, meg hogy hogy nézzen ki, meg hogy majd jól fog-e kinézni emberek. Akin próbálják a ruhákat. Hát az, aki tervezik a ruhákat. Az, akire tervezik a ruhákat? Igen. És a... Igen. És mivel foglalkozik még a modell? Hát divatbemutatón is szokott lenni, meg szokott járni. Aki modellkedik a divatbemutatón. A modellnek itt kiállítanak, hogy bemutassa az új ruhákat. Hát egy személy, aki bemutassák a ruhákat. A modell az, aki bemutassa a ruhákat, amikor a divatbemutatóra. Az kicsoda. Az mit csinál? Mutatja. Aki fölép ilyen bemutatókon. És ilyen divat bemutatókon is ilyen modellek mutassák meg nekünk a ruhákat? Igen. Szerinted változni fog a divat, és hogyan fogunk költözni később majd? Szerintem igen, változni fog, de nem tudom, mibe. Minden ember kitalál másmilyen ruhákat. Magának találja ki a ruháját? Magának is, meg a többiek. Magának többiek, oké. Hát szerintem változni fog, de az, hogy milyen ruhákat fogunk hordani, azt nem tudom. Szerintem változni fog. És van valami elképzelésed, hogy milyen ruhák lesznek majd a jövőben? Nincs. Szerintem változni fog, de... De szerintem de az lenne még mindig a jó, hogyha olyan rózsa lenne, meg ilyen szép színek lennének. Hogy az maradjon, ugye? Igen. Az maradjon divatba. Nem tudom, hogy hogyan, de szerintem változik. Marad? Szerintem meg fog változni, mert az mindig változik. Hogy nem tudom. Megváltozik. Hát szerintem változni fog, de nem tudom. Hogyan fogunk költözni? El tudod képzelni? Nem. Még nem. Hogyan szeretnéd? Hogy szeretnéd, hogy mit hordjanak az emberek? Bárhogyan. Bárhogyan, ahogy ők akarnak. Igen. És a régi ruhák közül tetszik valami, amit régen hordtak az emberek? Igen. És melyik? A fiúknak az a bébugyogó. Bébugyogó, azt tetszik. Jó. Hát... egy kicsit azok az emberek. Igen, azok a nagyon díszes szoknyák. Nagyon díszes szoknyák. Igen, az a divatos ruhák. Divatos ruhák? Ilyen... Az ünneplős ruhák? Hát mindig az a rózsás tetszik. A rózsás? Igen. Igen. Akkor voltak régen a lányoknak mondjuk rá ilyen fűzők, amik összeszorították, meg ilyen nagy szoknyák, azok szerinted jók lennének most is? Hát a nagy szoknya az szerintem nem lenne, mert ha elmenni ünnepségre, akkor nem bírná lejúni. Mikor a Zsókának megkérdezted, hogy azokat tetszik, az a nagy izé, és akkor mondta, hogy az rossz, és akkor az is a hátránya, hogy abban nehéz mozogni. Nehéz mozogni, igen, a nagy szoknyákban. Meg az az olyan össze. Fűzőben. Akkor abban az időben szerinted miért azt hordták? Hogy szebben nézenek ki. Felhúznál azok közül valamit? Nem. Hát ott függ, hova lenni, meg leginkább a nagy nyíves kesztyű. Azok a hosszú kesztyű. Igen. Nekem azok a fehér öltönyök. Fehér öltönyök. Akkor királyok ruhái? Ilyen díszesek? Ilyen koronyok, meg ilyesmit tetszenek. Igen. És mit? Vannak ezek a... Régi ilyen szoknyaféleségek. Szoknyaféleségek. Te szeretnél modell lenni? Nem. Nem? És miért nem? Hát mert azért annyira nem akarok olyan szép ruhát. És én nem álltam sorba! Divatbemutatókra járni, és szerintem...
nem. Én még nem döntöttem el, hogy felnőttek mi leszek, de hát az is, hogy modell leszek. Még nem tudom. Jó. Hát kicsim az volt az álmom, de utána rájöttem, hogy akarok lenni művész is, meg akarok lenni modell. Azt még én sem tudom, de én nagyon szerettem volna lenni divattervező. És miért? Mert szeretek ruhákat tervezni. Nagyon sok szép